Videóversenyt hirdet a Paksi Atomerőmű, a Forgas a Földért Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara. Olyan maximum 5 perces rövidfilmeket várnak, amelyben a jelentkezők bemutatják, hogyan látják a világot, a környezeti problémákat és a jövőt, mondta Szécsi Gábor. Az új nemzedékeket próbáljuk a saját nyelvükön, saját képi kultúrájuknak megfelelően megtalálni. Tehát nem elvont elméleti, teoretikus anyagok irányából megragadni a fenntarthatóság vagy a környezettudatosság problematikáját, hanem a mindennapi életből, mindennapi valóságból, a fiatalok gondolkodásmódját, látásmódját befolyásoló irányból, és hát ennek kiváló lehetőséget teremt egy ilyen videóverseny. A Paksi Atomerőmű újraalkotó programja már 2016 óta foglalkozik a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal. Az együttműködés kézenfekvő volt, mondta Tóth Márton. Most ugye 2023-ban találkoztunk ezzel a kezdeményezéssel, pontosabban ennek a kezdeményezésnek azzal a fajtájával, amire úgy éreztük, hogy abszolút illeszkedik abban a programban, amivel mi azonosulni tudunk. A filmekben a fenntarthatóságnak, a környezettudatosságnak gyakorlati alkalmazását kérik a szervezők négyféle témában, mondta Kindl Gábor, a Forgas a Földért Alapítvány elnöke. Tulajdonképpen négyféle téma van, az egyik ugye a lakásban, és itt is szétbontottuk azt, hogy vidék, életmód, illetve városi életmód, és ugyanez a külső, a körülöttünk, a környezetünkre is vonatkozik. Tehát négy kategóriában lehet beküldeni a filmeket. Maximálisan 5 perces lehet egy film. Rövidebb lehet, ha ugye el tudja mondani azt, amit szeretne elmondani, hogy szeretne megosztani mindenkivel, velünk is, akik ezt a játékot kiírtuk. A műveket november 22-ig lehet benevezni, az eredményhirdetés időpontja november 27-e.